A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, kaptam egy bensőséges hangulatú levelet, egy rövid idézet belőle. Szia Lajos, az elképzelésem az volt, hogy Székesfehérváron is legyen egy dizájnbolt, ahol hazai tervezők egyedi ruháit, táskáit, bútorait lehet látni, vásárolni, valamint legyen egy olyan hely, ahol kötetlenül, de megadva a módját lehessen hallgatni, látni különleges, kiváló produkciókat. Az aláírás pedig Szili Zsuzsanna. Szervusz, örülök, hogy Szia. Itt vagy velünk. Köszönöm. Nos, hát igen, azt hiszem, hogy ez valóban egy olyan hiánypotló történet, és majd nyilván a tartalmáról fogunk beszélgetni. De honnét jött a gondolat, hiszen nyilván itt meghatároztad, hogy melyik az a dizájn, ami a 21. században ebben a felgyorsult világban felkelti az emberek érdeklődését, hiszen olyan tervezőket ismerünk azért mi is, bár nem vagyunk budapestiek, akik csodát művelnek, és ott vannak a világ elitben, ha úgy tetszik. Mindig is az iparművészet, a dizájn foglalkoztatott, nagyon érdekelt, és eddig, amíg dolgoztam, addig kiállításokat rendeztem, és fókuszpontba is helyeztem ezt. Fehérváron látható volt Kerényi Virág, például látható volt Dufour, ők eléggé neves, illetve szerintem nagyon neves tervezők, világhírű is a Dufour, a milánói Fashion Week-en képviselték például Magyarországot pár tervezővel közösen. Kerényi Virág, ő pedig nagyon a 2024-es évdivat tervezője volt, és számos filmben tervezett, rendezett. És ez hozta nekem az ötletet, hogy miért ne lehetne az ő ruháikat, táskáikat vásárolni Fehérváron. Régebben bútortervezőket is hívtam ide Fehérvárra kiállítani, és ez adta az ötletet, hogy összpontosuljon egy boltban, ahol meg lehet ezeket nézni, és nem csak nézni lehet, hanem meg is lehet vásárolni. Ezek általában a fenntarthatóságról szólnak, próbálnak, illetve nem próbálnak, hanem olyan anyagokat használnak, amik újrahasznosítottak, de nagyon-nagyon különlegesek, és nagyon hosszú távon működnek. A hosszú távra terveznek, én is a hosszú távra terveznék, nem az eldobható, gyors, hanem a míves, az igényes dolgokra, ezt a programokban is így szeretném majd megjeleníteni. Ugye arról nyilván a televíziónézők tudnak, hogy az Öreghegyi Közösségi Házban, illetve a Rifi Házban, amit most közösségi és kulturális központnak nevezünk, voltak ilyen kiállítások. Rácsodálkoztam én magam is, hiszen azt látjuk, hogy a divatban a fenntartható fejlődés záloga mindenképpen egyik oldalról, az a dizájn, ami különleges egészen, és ahogy említetted, tehát olyan tartalommal bír, amire mindenki felkapja a fejét, aztán a későbbiekben szeretne hozzájutni. Ez csak egy mellékszál nyilván. Tehát a Pop-up Store, ugye ez lesz a név, és hát egy koncert is lesz, de először nézzük azokat, akiket meginvitáltál. Ugye Kerényi Virágról már esett szó, tehát ő egy csoda. Meggyőződésem. Viszont itt van Mázsi Boglárka, Fink Evelin, Sárkány Bence, Ozsváth Gergely. Kezdjük sorban, jó? Beszéljünk róluk, mert nagyon-nagyon fontos. Én belenéztem az életpályájukba természetesen, amit megküldtél levélben, és rácsodálkoztam, meg kell, hogy mondjam, mert bármennyire is otthonosan mozog a bizonyos értelemben a média világában, és ez is azért hozzátartozik, azért ők különleges személyiségek. Fink Virág. Fink Evelin, bocsánat. Fink Evelin, ő divattervező, ő matematikusból lett divattervező, és így is tervez, nagyon okos, ahogy felépíti a kollekcióját, variálhatóak,
nagyon különleges anyagokat használ a selyemtől, a nappabőrön keresztül, de behozta az ananászbőrt például a kollekciójának a megvalósításában, és az újrahasznosított anyagokat, amik időtállóak, tartósak. Nagyon hordható, amit ő tervez, de különleges, borzasztóan különleges. Sárkány Bence bútorokat készít, nagyon nemes fából, tehát kiválogatja a fákat, a legjobbakat használja, nagyon szép, elegáns vonalvezetésűek a bútorai. Ő is a hosszú távban gondolkodik, hogy ezek a bútorok sok-sok évig használhatóak. Tehát mint a nagyszüleink idejében. Így igen. Van. És az Evelyn is. Tehát én azt gondolom, hogy nem mennyiségi vásárlást kéne csinálni, amit most mi azért elég erőteljesen, hanem a minőség fele kéne menni. A Obaj konkrét, ő Mázsi Boglárka, ő pedig beton dísztárgyakat és ékszereket készít. Nagyon izgalmas egy ékszerbetonból, szerintem egy eléggé furcsa párosítás, de működik, és nagyon szép. Ő több versenyen is, dizájnversenyen is szerepelt, és fejezéseket is ért el. Ugye ez egy ízig-vérig 21. századi történet, igen. Az övé is, teszem igen. Hozzá. Igen. Van egy kakukktojás, ő Osváth Gergely, ő egyébként a Hősöktek egy reppere, akinek a kézügyessége nagyon-nagyon sok helyen megmutatkozott, Veszprémben, Győrben óriás graffitiket készített, illetve porcelánfestő egyébként alapvetően, és neki állt szőnyegeket is készíteni, amik nagyon viccesek, és én mint vicc azért így behoznám ebbe a boltba, hogy egy kicsit ilyen kedélyes legyen ez az egész. Ez is a célom, hogy mindenhol ne feszengjünk, hanem érezzük magunkat nagyon otthonosan, legyen élvezhető minden, ne csak kötelezően végig menjünk. Tehát ez egyfajta jövőképet nyújt. Igen. Egy olyan jövőképet, ami azt hiszem, hogy szükséges, annál is inkább, mert jön az a feltörekvő ifjú nemzedék, akinek már a bizonyos értelemben a 21. század az otthona, mindenféle értelemben, szóban, tettben egyaránt, tehát öltözködésben, nem különben. Így van. A bolt nagyon-nagyon szép helyen van, a múzeumnak a shopjában kaptam szerintem nagyon megtisztelő helyet, és próbálom úgy berendezni, hogy hivogató legyen, tehát egy kiállításként fogom föl ezt az egészet. Úgy is szeretném bemutatni az alkotásokat. Tehát ez azt jelenti, hogy az eddigi munkád az ilyen értelemben megszűnik. Igen. És tehát most egy új utakat kerestél magadnak, igen. És ezt akkor meg is találtad. Igen, hirtelen, nagyon gyorsan. Kellett tanácsot kérned valakitől? Például mit mondott a család? Ők támogattak, meg hisznek ebben, hogy ez egy jó út. Kicsit féltenek, mert nem egy egyszerű egy új helyet bevezetni Fehérváron, és nem egyszerű megmozgatni embereket. De remélem, hogy lesz annyira érdekes, hogy igen. De egyébként hol tart ez a műfaj, mondom én, ez a design kultúra ma Magyarországon? Pesten. Mert azt gondolom, nagyon... hogy Budapesten igen. Így van, viszont elengedhetetlen ahhoz, hogy széles körben is elterjedjen, mert szerintem mindenképpen van rá igény, hogy azokban a nagyvárosokban, ahol azért nagyon sok fiatal él, egyre inkább szélesedjen a kör. Pesten nagyon nagy hagyománya van ennek, és nagyon sokféle kezdeményezés van, de most beszélgettem több tervezővel is, és borzasztóan boldogok, hogy vidéken, tehát hogy például én megmozdultam, mert az ott hiány van, tehát ott egy nagy-nagy luk van. És most pont beszélgettünk, hogy Balaton fele próbálnak mozdulni a nyár miatt, fogják magukat, és tervezők leviszik a kollekciójukat, és ott tényleg pop-up store-t nyitnak. Ott így működik, és szerintem itt is működhetne.
vagy működni is fog. Kértél tanácsot valakitől? Szükséged volt tanácsadásra? Igazából nem. Igazából nem kértem. Nem kértem. Ki volt a tanácsadód, ha úgy tetszik, magadon kívül, akik például ezt a listát segítettek összeállítani, vagy pedig az eddigi tapasztalataid, pályafutásod során felgyülemlett, sok-sok mindent gyűjtötted egy csokorba? Igen, ez az utóbbi, ez inkább tapasztalat, meg kialakultak kapcsolatok, és ezt így szépen lehetett használni, szépen lehetett igen, összefogni. És a megkeresésre, tehát igen, mondtak azonnal mindenki. Igen. Tehát ez egy szűk körnek tűnik. Ugyanakkor az első számú tervezőkről van szó. Igen. Tehát nyilván ez rendkívül felelősséggel jár egyik oldalról és másik oldalról is. Hiszen majd a megnyitóról beszélünk, tehát egy csoda megnyitó lesz. Bízom benne, hogy ott tudunk lenni. Én azt gondolom, hogy már önmagában az is bizonyítja azt, hogy ez egy rendkívül komoly dolog, és valóban. Igen, a tervezők azonnal igen mondtak, viszont nekem van egy olyan elképzelésem, hogy nem stagnál ez az egész, hanem mindig újabb és újabb tervezőket vonok be. Változni fog a készlet, vagy ez nem annyira szép szó, tehát változni fog, hogy mit lehet nálunk megnézni, illetve vásárolni, és kiktől. Kik lesznek a tervezők, akiknek a munkáit elhozom Fehérvárra. Tehát tágul a kör folyamatosan. Tágul, változik, igen. És ez nagyon-nagyon fontos, és akkor most megérkeztünk a Popasztor megnyitóhoz. Én azt gondolom, hogy a Szent István Király Múzeum üveges fogadótere ez egy ideális helyszín ehhez, és hát azokat az enteriőröket pedig, amelyeket majd kialakított, biztos rácsodálkozik mindenki. Csalár Bence nyitja meg. Igen, igen, Fehérváron, Magyarországon ő most a legfontosabb divatszakértő, aki tényleg, és a fenntarthatóság neki is a gondolkodásának a középpontja. Ő úgyis könyveket is írt, és szerintem ő eléggé mérvadó a divat világában, a gondolatai, az elképzelései. Jó, hát akkor beszéljünk a divat bemutatóról, maga a történés, igen. Hiszen azt hiszem, hogy ezt már szívszorítva várja minden divatbarát, hölgy és férfi ember egyaránt, Evelyn kollekciója, tehát először Fink Evelyn kollekcióját, igen, láthatjuk, illetve Kovács András ékszereit. Ez a kettő miként kapcsolódik egymáshoz? Külön-külön lesznek igazából. Evelynnek a kollekciója, először is a divatbemutató, az tényleg profi divatbemutató lesz, tényleg a modellek azok teljesen profi lányok lesznek, gyönyörűek, már láttam a képeket, tehát meg a méreteket. Hát igen, egyébként lesz két fehérvári lány is, akik modellek, és egyikőjüknek nagyon nagy reménye, hogy a Gucci-nál fog arcként szerepelni. Na, szóval visszatérve, először Evelynnek a kollekcióját nézhetik meg, és külön lesz Andrásnak az ékszer, illetve óra bemutatója, mert a kettő együtt azért kicsit lehet, hogy egymást agyon ütné. Aztán lesz még koncert is, a mini koncert. Igen. Igen, Kerényi Dorka és Ilosvai Csenge. Igen. Ilosvai Csengét nagyon kedveljük, hiszen az Alba Regia Szimfonikus Zenekar nagyon sokat nyert az ő fantasztikus teljesítményével. Azt hiszem, hogy egy mindenféle értelemben kiemelt tagja a szimfonikusoknak. Igen, ők ketten megtisztelnek minket, és igazából utána, tehát a programokat lehet nézni, jönni, menni, beszélgetni, a tervezőktől kérdezgetni, egy pohár ital és egy kis falatka mellett. Szerintem nagyon izgalmas lehet így az este, legalábbis én így gondolom. Mindenképpen, annál is inkább, hiszen az utána díszudvar. Én azt hiszem, hogy utoljára, amikor beszélgettünk, engem elvarázsolt Rost Andrea mindenféle értelemben, mert emlékszem, még az egyik könyvre készültem, amikor a portréját írtuk, és tehát az ő világhírűsége az nem jelenik meg a személyiségében, csak a dalaiban. Miként sikerült meggyőzni? Hát
Igazából könnyen ment, elmondtam az elképzelésemet, és hát igen mondott erre. Fehérváron nem is nagyon volt, vagy így nagyon régen, szerintem, ha jól emlékszem. 3 éve körülbelül igen. Talán. Nagyon őt tartottam egy borzasztó erős nyitásnak, azért ő tényleg világhírű, borzasztóan tisztelem, és fantasztikusan énekel. Egy könnyedebb anya, vagy könnyedebb koncerttel jön hozzánk. Temfli Erik fogja kísérni, aki nagyon-nagyon sok formációban szerepel. Könnyedebb is egy picikét a kezdése a programnak. A musicaltől megyünk az operett felé, és az operettől pedig az opera felé. Tehát teljesen szépen felépített program lesz. Ezt vacsora követi, mert ez volt az elképzelésem, hogy egy koncert ne a széken ücsörögve legyen végül is meghallgatható, hanem egy program legyen, egy teljesen kerek program, amit fantasztikus ételek zárnak, egy beszélgetés, nem elrohanunk haza, és igen, bekapcsoljuk hát ez a tévét, hanem... közösségi rendezvény, igen, mindenképpen. Igen. Ahol nyilvánvaló, hiszen azért, ha jövőképről beszélünk, akkor nyilván egyre inkább népszerűbb lesz, nincs kétségem felőle amúgy, mert hogy 18 órától mondjuk este 10-ig, igen, akkor már lehetnek barátságokat kötni. És hát az, hogy sztárparádét sikerült összehoznod, az azt jelenti, hogy ez nagyon-nagyon komoly jövőképet is sugall. Hát igen, szóval ezt szeretném hosszú távon folytatni ezt az elképzelést. Programokban is nagyon különleges programokat tervezek, szerintem ritkaság. Szóval szerintem, és minden program egy kicsikét több műfajt kapcsol össze, és én több dolgot is kapcsolnék össze, ezért kapcsolom össze a koncertet, vagy előadást evéssel, ivással, a dizájnnal. Szóval szerintem így kompletten talán még élvezetesebb ez az egész. Igen, hát a szakmai pályafutásod is hozzájárul ehhez nyilvánvaló, hiszen sokat láttál, sokat tanultál, sokat tanultunk tőled a későbbiekben, és azt hiszem, hogy ez így kerek. Hát mit kívánjak én mindannyiunk nevében? Szeptember 15-én lesz, ezt majdnem elfelejtettem mondani, tehát a múzeumban, mert az is nagyon-nagyon fontos, hogy a város szívében kaptál helyet. Igen, és a legszebb helyen, vagy szerintem nagyon szép helyen, és hát nagyon különleges. Neked mit kívánjak? A család biztos, hogy megerősít. Hát sok nézőt. Mindenképp sok érdeklődőt, és hogy ezt tudjam folytatni. No, hát én azt ígérhetem, hogy mi természetesen ott leszünk, mindnyájan, illetve hát a Médiacentrum munkatársai, és hát a beszámolót majd meglátjuk, de nincs kétségem felőle, hogy ez így lesz. Köszönöm szépen, hogy itt vagy, és akkor hajrá, hiszen nincs kétségem felőle, szintén még egyszer mondom, hogy van dolgod bőven. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, Szili Zsuzsanna volt a vendégem, és egy új dizájnról beszélünk, egy olyan csodáról, amely a közeljövőben megvalósulhat szeptember 15-én, tehát a Pop-up Store megnyitójáról és koncertről beszélgettünk. Vegyenek részt önök is ebben, ne feledjék, szeptember 15-én 18 órakor a Szent István Király Múzeumban várjuk önöket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.